Szavaztok srácok, ismételten itt vagyunk egy videóval, aminek a végén titeket egy kis extrával várunk, úgyhogy jobb lesz, ha végignézitek, különben nem maradtok a lényegről. És ezt a videót Jonathan kérésére csináljuk, valamint Ádáméra, mert szerintem együtt kérték ezt az egészet. És most két játékos üzemmódban szépen Lod Runnerezni fogunk, ha jól ejtem ki a nevét. Nem ismerem ezt a játékot régebbről egyébként. Nem tudom, hogy te hallottál-e róla, vagy valami. Szevasztok, és nem. Nem? Hát akkor nem. De... Ez akkor két játékosban ez úgy működik, hogy felváltva ezek szerint? Uha, nem jó. Menjél haza innen. Ugrani nem lehet. Nem, de viszont keresztül tudok sétálni a fejükön. Hú, de közel volt. Menj! Elvileg az összes aranyat össze kéne gyűjtenem. Ez hogy sikerült? Vannak ilyen szemétségek a játékban, és akkor most ráadásul... Te az hogy megy a levegőbe? Ráadásul most nem is... Ajaj! De miért nem mentél fel a létre? Nem engedett fölmenni. Mit csináltál? Te jössz. Nem akarok tudját mondani. Ez azért komoly volt. Oh, az ott nem jó. És nem lehet ráadásul ugrani. Game over. Bazeg, elnyomtam a gombokat. Csak kíváncsi voltam, hogy mit csinál. Ilyet ne csinálj többet. Ó, oh, hogy az a... Oké, akkor rávetem magam az aranyra. Szóval, ha jól értettem, akkor a villogós létrákon, az egy durván villogós létrákon nem nagyon fogok tudni felmenni. Ez hogy sikerült nekem? Király vagy! Tudom, hogy mit nem szabad megnyomnom, oké. Jól van. Ez sikerült. Én előbb meghaltam, nézd a jó oldalát. Ezt lehet, hogy újra fogjuk kezdeni, mert mi nem a videót, hanem a játékmenetet, így túl sok kezd lenni a baki. Hopp, ez az, elkaptad a fickót. De ezek elvileg újra termelődnek, ha jól sejtem. Oho! Csapadj le, csapadj le! Az ott jó helyen van. Kimászik, nézz oda! Oh! Oké, menj át a fején. Nem jó. El fog kapni. Basz! Ez elég nehezen akar összejönni. Mit akartam mondani szerinted? Tudod, igaz? Persze tudom, káromkodni. Bémeg! Mi ezt Suliba úgy mondtuk, hogy bémeg a szó. Na, tipli van. Hogy rohadna meg, hogy arra megy? Nem veszi föl, ez csapda! Szerintem ilyenkor ne szórakozzál a nagyító legyékkel. Oké, ez is megvan. Miért ez az? Azt az én kapom már, és a saját szemben, a saját szememet látom. Ezt nem látjátok sajnos kamerában, és lehet, hogy jobb is. Mert elődünk most éppen. Talált egy nagyítót, és azzal bajlódott, és éppen meghalt Lander. Hogy az a? Mondjad! Oké, jönni te. Nem káromkodunk, itt van az Isten a másik helyen. Mellettünk egyet. Isten figyelmi. Uaj. Nem jó, most lesz jó. Az onnan került oda? Hogy a körözt anyja valgál. Ez komoly volt azért. Felháborító. Megetettem velük ezt az 5 forintot. De ez a szivatás, ami ebben a játékban megy. És akkor mindjárt bevág ide egy... olyan cuccost, ami nincs is ott valójában. Oké, sziasztok. Tudod, az izi... Oké. Ez hogy ment a levegőbe? Figyelted? Ezen a létrán nem tudok fölmenni. Hát ez nagyon tuti. Ne! Ez a játék kegyetlen. Te állatkire, amikor nem tudja találni maga előtt a főde? Nem. Ezen sokat fogok nevetni, van egy rossz érzésed. Ez miért rossz érzés? Legalább szórakoztattuk őket. Legalább miten... Oda ne menj! Na, essetek beleti majmok. Jaj! De miért ott csinál? Hát ez nagyon nem izé. Jó lesz, ha még az első pályán se jutunk túl. Lehet, hogy lassan elkezdek safe state-eket csinálni. Megkérdezem azt a, hogy is hívjákat, ki kérte? Jonathan. Hogy az Istenbe tudja átvinni ezeken az izéken a pályán? Nézd!
mennyire idegen. Ne! Aztán zsákba út, zsák utca. Game over. Az nem game over. Egy left egy. Lift. Megba a jó. Ja. Ez nem volt jó húzás, bár lehet. De, szép volt. Ez hogyan? Nem tudom, ilyenkor összezárja a szemét. Ez a szemét Trogger, mondd már ki. Oké, ezen megyünk még egy kört, nem nyugszunk csak így bele. Oké, én amint elindul a játék, úgy szaladok, mint ezekkel, és megpróbálok valami szisztémát. De itt nem tudsz fölmenni. Nézz oda! Neki mész! Te! Remélem jót röhögsz, Jonatán. Remélem azt is elmondod utána, hogyan lehet átvinni. Hát... Longplay-es videók alapján könnyen át lehet vinni, de azok már elég sokat gyakoroltak. Neee! Most miért sétáltál? Mert megnyomta ezt a hülye gombot, mindjárt kivágom ezt a kart. Van ablakot? Ki tudja kinyitni? Valaki megtalálja az utcán, de hogy dobom ki. Mondom, most Jonatánnak van a legjobb, legeslegjobb dolga. Neki csak röhögni kell. Nézd oda, né. Odani. Világ szemetei mit csinálnak? Lefelé? Nem, hagyjál békén! Hú, de jó. Na, ezen most szerintem jót fognak nevetni. Főleg, aki kérte. Ennyire még nem küzdködtünk, egyszer tuti. Beleeső. Gyerünk, ez az. Oké, az a baj, hogy a másik meg keresztül megy a fején. Fölbűsz menni elvileg még azon. De ez a létrás do... Menj föl, nem tudsz? Akkor lefele. Ez most micsoda? Menj onnan! Basszus, úristen. Ilyen szivatos játékot legyetek szíves, ne küldjetek többet. Jó, onnan csak szivatosabbakat. Ez fasza. Igaz? Lali. Csak szivatosabbakat. Nem érdemes. Ne. Húzzá innen már. Nyomorult. Ez az. Húzzad a gyökeret, menj másik felé, arra. Hú, te. Itt húzzad fel. Ez a játék megeszi az idegeinket. Menj tovább, szedd a csülkeit. Szedem a csülkeit. Ó, ne! Mehetsz ott tovább. Ne. Könyörgöm. Milyen glitchek vannak itt? Ó. Kergetnek a majmok. Ez ilyen a játék, amúgy gyárilag? Gyerünk, lefelé. Ha! Beszívtátok. Mi van? Ez most komolyan, ez tele van ilyen glitchekkel? Van egy olyan érzésem, hogy ezeknek a létráknak nem is így kéne állni. Meg ennek a baromságnak nem itt kéne lenni. Hopp, ez megvan. Baromságnak. Most, hello. Oh, hello, mi van? Szerintem itt még menne. Jééé. Hello. Közben hátulról elkapnak! Emlékszem, hogy összenézted a játékot? Honnan jönnek ezek a bomberek? Ja. Az első szó. Hát nem tudom, hogy ez most... Valószínűleg rossz cartridge-ról lett lemásolva. Vagy pedig tényleg ennyire glitch halmaz a játék, nem tudom, te mit mondasz? Mász föl. Ne. De akkor miért nem akarja elásni őket? Oké, szerintem ebből 10 perc is elég lesz. Ezt a pár életet még játsszuk le, szerintem. Szerintem...
Jonathan barátunk nem tudom, hogy gondolta, hogy ezt megcsináljuk, mi az első pályát. Ja. De azt hiszem már megvan a videónak a címe is. Mi? Ne! Bénászkodás, hátán. Nem tudom már hányszor hallottuk ezt a zenét. De már... egy... ha hangyányit... Unalom. Nem fog, inkább húzz el onnan. Nem bírtam elmoccanni, mert az meg jött onnan, szétem visszafordult. Húzza! Azért legyél szíves majd megírni, hogy te meddig jutottál a saját Nintendo-don ebben. Nulladik pályáig, ha megkérdezheted? Na, megindultok lefele. Oké, az is. Ez az. Busz fölfelé. Azért nem szedem fel egyébként azt az aranyhalmazt, mert nagyon abba vagyok, hogy ez itt az ott egy glitch, ez viszont jó helyen volt. Grinch. Glitch, tudod, a képi hibák halmaza. Ez nem tudom egyébként, a létre is kicseszett velem az előbb. Oké. Hú, ez nem volt jó ötlet. És hogy zuhantam át tulajdonképpen megint a platformon, és hol van itt el létre? Nem már. Jó. Viszlát! Egyszerűen ez segbe csinálható. Szegény karaktert megölték. Ennyi font. Meghalt. Mit gondolsz? Ez? Szerintem a hajad is égnek áll, hogy nézve. Ez abszolút rage videó. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ez a játék nekünk kegyetlen. Vagy mi vagyunk hozzá túl bénák, vagy pedig ez tényleg ennyire átkozottul nehéz. Azért te próbáld még meg, hát ha megcsinálod. De az ott... ez... megjelenik és glitch. Boom. Glitch boom. Húzd a csikot! Gyerünk. Szerinted? Legalább jó lenne az első pályát megcsinálni valahogy, de... Csipisz! Ott felszedtél egy létra darabot, érted? Na, ez elkap. Igen. Ilyen, amikor ideges az előtt. Jó apa. Elnézést, csak a nadrágban a munkáspont már kicsit csattogult. Hát nem tudom. Na még egyet adjunk neki. Még egyszer ötöt? Nem is tudom. Bírják még az idegeid? Hát meglátjuk. Még nem töröd össze ezt a géniusz kart? A géniuszt azt nem bántom, ez túl sokat él nekem. És az észert? Az se. Max összetöröm a lábszáramat. Minek? Belegutad a szalba? Isten. Ez kész. Mindenki, aki megnézi a videót, írja le kommentben, hogy meddig jutott el, mikor először játszott. Van egy gyerdés, hogy itt is a végén van egy létre, amit te nem látsz. Egyébként, ja, lehet, hogy a glitchelés miatt nem látom. De ezt ki is fogom írni a videóban, hogy valamiért játszotta az eszét a játék. De nem lehet, hogy ez gyárilag ilyen hitvány? Nem, láthattad a videót. De akkor ez most... Ó! Oh, és ott nincs létra! Menj. Akkor mit mondasz? Kezdjük előre? Nem óhajtom. Hogy, hol estem itt le? Ó! Oh. Ne! Menj innen! Menj ma! Menj a lejjebb! Nem tudok! Gyereked, ez kép! Hogy az a... Nem tudom, hogy gondol, hogy tudta átvinni? Valószínűleg úgy, hogy nem volt benne ennyi glitch. Hát nem tudom, szerintem te ezt nem rage videónak akartad, hogy készítsük, de ez most sajnos így jött ki a glitchek miatt. Lehet, hogy nem is találnak jobb cartridge-et a neten. Az meg a másik. Hogy is hívják ott? Rozettát. Csináld már föl magad, te nyavajás! Na, oda hogy mész föl? Oda hogy mész le? A jó, édes, hogy is hívják oda? Öreg anyja térdekalácsát. De, nem tudom. De ne fogalmazd meg olyan brutális durván azért. Ja, annyira ne? Ja. Ez nem lesz olyan káromkodós, mint az a szivatós játék, amit nem csináltuk. Ne, kuzinet. Gyere csak vissza, kap már, edd meg vacsorára. Te
akkor mondom a hajóműségnek azt szerintem már. Már valamennyire azért alakul a taktikánk, de ez még mindig nem elég ahhoz, hogy átvigyünk egy ilyen nagyon glitchelt játékot. Egy tudom, hogy miért ilyen faszaszar. Hallod, ott megfogalmaztad. Menjél már le! Igen. Igen, lementem. És most? Hova? Francba menjek tovább! Menjél már valamelyre, te állat! Ezt nem bírom ki már is a rögést. Muszáj ezt a glitches játékot fölvennünk? Ez is jó valamire. De... valamire? Fogni fogják a hasukat. Ja, igen, vidd a kutya. Jó van, húzzonnan. Ez az. Szavaztok, nyomjátok, remélem megmurdátok. Kapjatok el, ha tudtok. Nem vagy mindjárt. És ott van a láthatatlan platform, meg a fölvehető létre. Takarodjál már! Az komoly. Hát beragadt ez a szarodjá! De látod, most már megjelent. Igen. De komolyan mondom... Ez olyan, mint tűt a szénakazalba keresni, mikor nem látom mi hol van. Ettő. Nem a lábúja! Elődnek zsibbad a lábúja az idegességtől. Jó, oké. Okay. Takarodjatok a tanyátokba. Érdemes elmennem jobbra? A láthatatlan létrához? És keresztül zuhadni a platformon megint? Oké, ez legalább... Te állod rá, itt a végén az az... létra. És itt hol... de... Már... ott tudsz fölmenni, Bedi. Nem. Húzz a csíkat, húzz. Ez most a semmiből jött, mi? Ez most onnan. Egy-egy életünk van már csak, vagy? Nem, három van vissza. Ezt a hármat hogy bírjuk ki? Eddig még egy pályát nem vittünk át ebből a játékból. Nem tudom, hogy fog ez kinézni videóban, de az biztos, hogy... azt hiszem már most összehúgyozta. Ez az. Az, hogy megkapaszkodik, azt azért figyeld. Nem, nem rossz, szerintem nem is lenne rossz ez a játék, csak... Menjél már lejjebb, nyomján! Azt akartam mondani, nem lenne rossz ez a játék, csak mit csinál az ennyire? Mitől vannak ezek a képhibák, hogy szétszórolni? Lehet a kérdésem től? Miért volt női ez hangot hívta? Nem tudom. Na, lényegtel, valaki mondj meg, mitől glitch-e ez a Hitman játék? De akkor most legyek inkább olyan, mint Duke Nukem. Baj, közben szembe támadnak az meg. Na nagyon szórakozzál, mert szerintem azt fogják mondani, hogy egy idióta vagy. Oh. Azért ennyire ne várd már el, hogy rád másszak, kedves szaj. Ne. Húzz innen haza. Menj ma le! Oda megyek. Meg haza mindjárt idegességembe. Oh, hol van itt? Menjél már főfelé! Neee! Ilyet láttál már? Látom, fogod a fejed. Jaj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 
Na akkor megsérte senkit, de ez ilyen pihentagyú játék. Pihentagyú volt az, aki lemásolta ezt egy sérült kazettáról. De végül is így is lehet belőle videó, csak nem olyan jó, mint amilyennek kéne lennie. Nem tudom, hogy mondjátok meg ti, hogy mennyire volt ez így jó. Ha nem, akkor esetleg újra vesszük másképp. Mamma mia! De hol ott a létre? De te az előbb lejöttél valahol. Ezt... cseszettől ki kell tapasztalni, már nem haragudj. Most úgy jöjjön, most szóval azt mondod, hogy csináljon meg a laptopot, hogy izé. Kitapasztaljam. Persze. Bármint, hogy dobjam ki az ablakot. Azt mondta, hogy cseszhető, hát akkor ki kell cseszni az ablakot. Hogy kicseszni ezekkel az őrültekkel. De legalább már bombát tennétek le, ha ilyen bombermenek vagytok. Hol jössz fel, te állat? A semmibe. Oké, tehát akkor le kell esnem, és itt volt valahol a létre. És innen hol megyek tovább? Hú, te... Menjél lefelé!
Ne már! Jaj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 
csillódásoknak ennyi volt. Te hallod? Jobbnál jobb játékokat ajánlom. De ez nem gáz, igaz? Szerintem ez nem az ő hibájuk. Itt mondom, ez valamiért cseszettül ki van glitchelve az egész. Majd kérdezzél rá. Hát, hogyha nem ilyen volt a játék a ti kazettátokon, akkor azt írjátok meg mindenképp. Ez így... Most akkor úgy állunk, hogy egyszer született egy glitches, idegeskedős verzió. Jézusom, hol van ez a szar? Ezt nevezem. Egy glitches, idegeskedős verzió. És ha megtalálom a hibátlan verzióját ennek a játéknak valahol, akkor lehet, hogy szület egy normális verzió. Ez már csak direkt volt, vagy? Nem így akartam össze, nagyon szerintem, én annyit mondok, hogy hagyjuk. Hát remélem tetszett a mi kis killódásunk, úgyhogy mi itt elköszönnénk, legalábbis előn, mert ő elfelejtett elköszönni a kis extra végén. Úgyhogy aki most végignézte a videót, következzen az extra. Mi? Ja, hogy szavaztok. Szavaztok, srácok! Nos, aki eljutott a videó végére, az most egy kis extrában részesül, mégpedig ezzel a kis készülékkel, ami egyébként az enyém, beüzemelünk egy régi kedvenc játékot a következő módon. Mi ezeknél úgy csináltuk az ilyesmit, hogy felnyitottuk, és hát ez egy elég hülyén hangzik, de egyébként így volt. Nos, úgy működött a dolog, hogy ha elsőre nem ment a betétel, ami egyébként ide történt, ha elsőre nem indult el a játék, akkor fújtunk egyet, viszont, mivel most szerintem menni fog, így simán csak elindítjuk a játékot, és megmutatjuk gyorsan, hogy hogyan zajlott egy menet a mi időnkben. És akkor most tartoljuk is el a játékot, és meglátjátok mindjárt, hogy nem az van a kazettán, ami a címkéjén volt, meg is lepődhettek. Egy kicsit vibrál a kép, remélem ez azért nem lesz annyira zavaró. Sajnos a CRT-t jobban nem lehet felvenni, úgyhogy így lesz demonstrálva ez az egész. Ez Fateromnak volt nagy kedvence, de én is el voltam vele. Rövid leszek, srácok, mert ez már így is a videó vége, szóval csak gyorsan mutatok egy kis demót a játékból, aztán elköszönök tőletek. Nagyon beszélni nem fogok, hanem inkább a játék mellettet megnézitek. És ezt lehet, hogy később majd bemutatom egy külön videóban is emulátorral, mint ahogy szoktam. Vagy lehet, hogy addigra előd is velem lesz, és akkor pályánként fogunk haladni. Mondjuk most is itt van a háttérben. Ő kezeli a kamerát. Meg kell, hogy dicsérjem, elég jól csinálja. Na, egy bizonyos részig elviszem a játékot, és akkor ott szünetelek, és ennyi is lesz. Majd vannak a fickókák. Ezt későbbiekben majd kifejtem egyébként, hogy hogy működik maga ez a játék, mármint a rendes bemutatóban, nem ebben a kis demonstrációban. Nagyjából így már tudjátok, hogy mi lesz a következő videónk. Na, de szerintem ez a kis demonstráció, ez így bőven elég. Remélem tetszett, és örültetek ennek a kis extrának. A következő videóig lájkoljatok, posztoljatok ki Facebookra és Twitterre. Addig pedig szevasztok!